Nagy szeretettel köszöntlek a Gyermek Jézus tiszteletére szentelt kápolnából. Képzeljétek el, hogy Beregnék Dalmas, kedves férje meghívott bennünket Székelyhídra. Tudjátok jó, hogy a szerelem tanösvényt azt már rég, hogy hegyezzük, bogozzuk, telket szereltünk, és építkeztünk, és mindent elültettünk a tavalyban, több mint 100 békerózsát, és Dalma arra biztat, hogy menjünk el most augusztus 16-án, és nézzük meg, hogy virágoznak a békerózsák, hogy néz ki a szerelem tanösvény. És hát igazából hasznost a kellemessel kössük össze. Kezdődik a következő tanév, ugyan gyorsan telik az idő borzasztó, és hát egy kicsit közösen beszéljük meg, hogy 2024-25-ös tanév hogy is nézzen ki. Tehát egy 16-án este lenne egy szép koncert, lenne persze a fürdőruhát, ne hagyd otthon, mert hát ugye az termál fürdőben most van hideg medence, meleg medence, még melegebb medence, úgyhogy érdemes oda eljönni, és akkor beszélnénk is, tervezgetnénk is, álmodoznánk is, hogyan tovább. Én azért látom fontosnak, hogy pont Székelyhídon, pont szerelem tanösvényre menjünk, mert az az igazság, hogy nagyon sok fiatal felnőtt a házakban, mindegyik házban. És azt is látom, hogy hát van, aki nagyon szépen csinálja párkapcsolatot, családalapítást, gyerekvállalást, de vannak, akik olyan eszement gyorsasággal fejest ugranak akármiben, aztán ő szerelmes, aztán szétment az egész, van, ahol meg se született a baba, valahol megszületett. Szóval, hogy mondjam, én azt gondolom, egyik legfontosabb feladata, aki gyereket nevel, az, hogy felkészítse az életre, a magánéletére. Hogy is, milyen alapon lehet szép családot alapítani, gyereket vállalni, hogy lehet boldog lenni. Tehát én a házasságot is egy kicsit úgy képzelem, mint az autót. Egy gyönyörű az autó, és jó száguldozni vele, de összetöröd magadat vagy más, akkor az katasztrófa, akkor kár is volt az autóra ránézni. És ugyanígy van a szerelemmel, a házassággal is, az gyönyörű. És látjuk, hogy hány ember él 50-80 évig boldogan együtt, szerelemben, kéz a kézbe. Valamelyik nap megosztottam egy féket, fényképet, 80-valahány éve, 83 éve együtt vannak, és mutassa az első csókjukat, és most megint megpuszilják ők egymást. Igen, lehetőség ez. Ugye autóval is körbejáratod a világot, és nincs baleset. Miért? Mert megtanultad a kresszet, a forgalmi szabályokat, és be is tartod. Kimehetsz a világból. Ugyanezt gondolom a házasságról is. Nem élek én házasságban, de nagy családom van. És Istennek legyen hála, olyan kollégáim vannak, akikkel 25-30 éve együtt dolgozunk. És nem mondom, hogy nem volt vita, de bármelyiketekkel öröm számomra Isten előtt mondom találkozni. Most valahogy erre kell a gyerekeinket felkészíteni, hogy tud ilyen stabil, nyugodt, örömteli családi életet kialakítani. És ezért látom fontosnak, hogy Székelyhídon én veletek szeretném hosszan járni ezt az ösvényt, és átelmékedni, és szépen, hogy mondjam, hogy ti magatok is aztán miért ne? Tehát a székelyhídi strandot az alapítvány megvette, nem tudja működtetni. Odaadta egy nagyváradi vállalkozónak, aki nagyon szépen működteti. És nincs, nem kérek házbért, hanem azt mondom, hogy naponta 40 gyerekünket fogadja ott szeretettel. Fogadja, sőt épített egy kis pavilont is, ahol külön tudnának ők ebédelni. Élünk vele?
Tehát én valahogy azt szeretném, hogy ne arra vágyjunk, hogy a nagy világban szanaszét táborozzon, kiránduljunk, hanem drága szülőföldünket fedezzük fel. És a Csíksomjon, az is nagyon fáj, ott van a szerelem tan, és ott van a Mária kert, és valahogy kollégák gyerekekkel nem szívesen, vagy ritkán mennek el oda. Most ugyanezt szeretném a szerelem tanösvényre is, hogy minden kolléga, minden gyereket legalább egyszer vigyen el. Hát most nagyon jó lenne, ha ti magatok is eljönnétek, és kipróbálnátok saját bőrötökön, hogy milyen jó dolog abban az egészséges termálvízben fürödni, milyen jó ott szeretetben, békében elbeszélgetni, akár egy pohár sör mellett is. Adj az Isten, hogy így legyen. Találkozzunk augusztus 16-17, és vasárnap délelőtt lenne egy szentmise. Jól megáldalak, puszi, lehet hazamenni. Lehet elkezdeni, szervezni, építeni a 2025-24-25-ös tanévet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!